kilátóról lejövet úgy döntöttünk, hogy rövidíteni fogunk. Egész pontosan a GPS jelzett egy ösvényt, ami hát való igaz, létezik ösvényszerű valami, de azért egy kicsit sajnálom, hogy nem hoztam az erdőnevelő eszközt, mert az erdő itt eléggé neveletlen. Minden esetre célunk a szép juhásznénak nevezett völgy. És torony iránt ez volt a legrövidebb ösvény. Az út hangulatos gerinc túrába váltott, ilyen szép mohás kőtengeren evickélünk éppen át, és szemközt már fel is tűnt következő és egyben utolsó kilátónk is, mégpedig az Erzsébet kilátó a Jánoshegy tetején. Közben lassan így fölmorajlik a budakeszi útforgalma is, sajnos azon még majd át kell kelni, úgyhogy lesz egy kis darab civilizáció megint az ösvényben. De most ezt kárpótolja ez a tulajdonképpen eddigi legvadregényesebb kis szakasza a sétánynak. És itt végre csak magunk vagyunk. Mert eddig olyan komplikált volt még egy pössentésre is elbújni, hogy az ami hihetetlen. Nos, egy fajn kis tiltótábla, ugyanis találtunk itt egy felhagyott kőfejtőt, aminek a remediációja már előre haladott állapotban van. Egész kis erdő sarjat ki benne. Nos, hát hogyha tilos és életveszélyes, akkor természetesen már át is másztam a kerítésen. Lássuk, hogy mit takar. Hát életveszélyesnek azért eléggé nehezen nevezhető. Kb. Egy olyan 8 méter magas, és nem is fal. Leesni azért nem lehet. Viszont nagyon szép a kilátás a Budai hegység külső részére, tehát a kopasz kutya szénás, ugye, itt a távolban, ez a három legmagasabb csúcsa. Igen, nem a János, hogy a legmagasabb, az csak utánuk jön negyedikként, és az csak Budapest legmagasabb pontja. No, és egyébként pedig fantasztikus ez a moha párna, ami itt az egész kerítést keretezi. Na jó, mászunk vissza. Úgyhogy ismét a törvény szilárd talaján állva. Hú, egyet szusszanunk. Az ösvénynek ez a része, ezt nem mondtam még, hogy jelzetlen, de viszonylag jól ki van taposva, ezért könnyedén követhető. És hát tulajdonképpen a célpont az mindig is, hát ha nem is előttünk van, de mindig látszik. Meg hát a forgalom zaja is egyre inkább erősödik, tehát azt jelzi, hogy hamarosan elérjük a szép juhásznét. És hát itt vagyunk megint a szép juhásznénál, és egyébként most mászunk át a budakeszi úton. Ennyi az egész, lehet újra bemerülni az erdőbe. Most a szép juhászné helyén, a szép juhásznéről elnevezett fogadó állt sokáig, az 1930-as évekig, amit aztán lebontottak és teljesen nyoma sem maradt. De egyébként nevét egy legendának köszönheti, mégpedig Mátyás király ide járt gerincre vágni egy cicabogarat, ráadásul többször is rájárt, és ez egy juhász felesége volt, ráadásul szép, úgyhogy innen ered a név. Hát egy szerelmi találkának a helye. Most itt az összes fa hihetetlenül ki van dekorálva jelekkel. Itt van még egy,
Még erről szerintem láthatóan hiányzik még valami. A csavarok helyén, igen. Itt fekszik. Nos, piros jelzés, Erzsébet kilátó, oda igyekszünk. De itt is vannak még további jelzések, és azok a fák is kivannak ott a messzeségben dekorálva. Na, hát akkor mindjárt meg lesz. Még piros felkiáltójel is van. Ha rengeteg jelzés van, csak a piros jelzés maradt, meg a Kék Mária út. És amit nem mondtam, hogy természetesen, mert sokan tudják nyilván, a Jánoshegyre kocsival is fel lehet jönni. De annak nincs igazi sportértéke. Még akkor se, ha sportkocsival jövünk fel. Rövidítés, az természetesen végig erdőben megy. Nos, íme megvan a legutolsó kilátónk is. A Schulek Frigyes tervezte Erzsébet kilátó neoromán stílusú. A kilátót egyébként, és a kilátó ötlete ez 1900-as évek elején fogant meg, és 1910-ben adták át. Aztán egy időben persze leromlott, meg a kommunizmus idején egy ronda nagy vörös csillag volt a tetején. Ez szerencsére azóta már lekerült róla. És 2006-ban lett felújítva és rendbehozva. 100 lépcső vezet fel a tetejére. Ezt most mindjárt még utolsó energiánkból ki fogjuk nyögni. Látogatása ingyenes. És az aljában pedig egy bár található, amit lehet, hogy szintén meg fogunk látogatni. No, és ez az a kilátás, illetve nem pontosan ez, ennek a 100 évvel ezelőttie, amit Erzsébet királynő beleszeretett. Húzódjak be ide a ficakba, mert nagyon fúj a szél. Nos, és hát ő nagyon szeretett ide kijárni, és az ő tiszteletére lett aztán Erzsébet kilátónak nevezve ez a kilátó. Egyéb iránt tényleg a Budapest látványosságai jól kivehetőek. Ugye Gellért-hegy, a vár, szemben a parlament, mellette az akadémia, és hát a hidak is látszanak viszonylag jól. Mondjuk ez a kamera az nem mindent visz tökéletesen, majd lehet, hogy ráközelítünk egyik másikra. Tudom, most már ideje egy új kamerát vegyek, hogy nem mindig mondogassam ezt a ráközelítünket, mert nagyon idegesítő. Én elhiszem, én vagyok a leginkább felháborodva emiatt. Az eddigi útunk is jól látszik, ugye ott volt a... ez itt velünk szembe pont, hát szintén a kamera nem biztos, hogy megmutatja, de ott van a Makovec kilátó, ott van a Kán kilátó, mögötte Mária remetével, Remetehegyjel, hármas határhegy, a messze ott világít a kevének, a nagy kevének a mészkő letöréses oldala. És ha a másik irányba nézünk egy picit, akkor látszik a nagy kopasz, ami egyáltalán nem kopasz, mert erdő van a tetején is, és ott van, ott virít rajta a Csergezán kilátó is. Bejöttem a torony szélvédett belsejébe, és ez az, amit is meg kellett erősíteni, mert ezt rongálta meg a randa vörös csillag a nagy súlyával. Tehát a toronyra is ránehezített a kommunizmus súlya, nem csak ránk. Nos, hát ez is megvolt. Ugye János egy 527 méter. És hát innentől most megpróbálunk valami más, alternatív úton lejutni. Nem egy tőernyővel vagy ilyesmi, azért ennyire nem lesz kalandos. De ahogy nézem, vezet lefelé egy másik ösvény, mégpedig a zöld háromszög. Úgyhogy az lesz végigjárva. Egyébként egy barlang is van itt, az átjáró barlang, de az csak olyan nagyon rövid, ráadásul le is van zárva, ha minden jól megy. Úgyhogy ezt most kihagyjuk, kicsit már kezd sötétedni, és azért mivel a tél közepén vagyunk, pontosabban inkább az elején, nagyon rövidek a nappalok. És hát most vagyunk a legtávolabb az autótól, úgyhogy bele kell húzni egy picit. A Lihegőnek a fejállomása, ahol itt szépen eltérünk balra, a zöld háromszögön. Ezt ugye a downhill pályának is használják, mint az
mellékelt ábra is mutatja. És innen is van némi kilátás az igénytelen vaskorláttól. De tulajdonképpen ennek csak annyi az előnye, hogyha nagyon fúj a szél odafent, akkor innen is körbe lehet nézni szélcsendben. Pont a körszállóra látok rá, és előtte pedig a parlament van. Egyébként a zöld háromszöges ösvény is pont olyan, mint a piros. Itt is vannak ilyen kemény fiú rövidítések. Ugye látszik, hogy ott menne alul a következő rész, csak egy ilyen hosszú-hosszú nagy kanyar tesz az út. De hát igazából ez most nem teljesítménytúra, úgyhogy kielvezzük minden méterét. Nem sietünk annyira azért. Meglepő egyébként, de mindössze másodjára vagyok a Jánoshegyen. Egyszer még voltam akkor, amikor fönn volt rajta a Randa csillag. Most utána eregetek észtem. Tehát még 89 előtt. De igazából már csak nagyon foszlányos emlékeim vannak róla. És azután pedig most másodszor vagyok itt. Igaz, először kocsival csináltuk meg a panelproli rokonsággal. Ők nem voltak hajlandó hegyet mászni. Nos, hát most viszont megvolt a sportérték. Egyébként nem olyan gyenge ez a túra eddig, tehát én mindenféle sétának neveztem az elején. De azért volt benne szint rendesen. Mondjuk lehet, hogy azért is, mert beteg voltam, meg tele is zabáltam magam. Most kicsit nehezebbnek tűnt. Meg persze még nem is vagyunk a végén, tehát most éppen csak, hogy elindultunk visszafelé. Az az igazság, úgyhogy lehet, hogy a végére teljesen ki is leszek dögölve. De hát pont ez a lényeg egyéb iránt, hogy kellemesen és aktívan töltsük az ünnepi szünetet. Erről szerintem a gyereknek is ez a véleménye egész biztos. Itt időközben egy csomó jelzést váltottunk, pontosabban kettőt. Volt egy zöld patkó, már nem nagyon látszik, és most arra láthatunk a zöld keresztre. Ez elvileg már el fog vinni minket egészen a Szép Juhászné-ig. És a kisvasút egyébként tényleg működik. Most fog jönni éppen az egyik vonat. Itt az állomás, ez a Szép Juhászné állomás. Gyorsít a dízel. És egész jól megy, egész gyorsan jön. Így nek. Leminteget senki. A visszafele utat már nem nagyon variáltuk meg. Egy kicsi azért volt benne, majd érdemes követni a térképet, a letölthető térképet, ugyanis azért visszafele kikerültük a Nagyhárshegyet, és így nagyjából szinten tudtuk megtenni a visszautat. Most sem mindjárt az autónál vagyunk, tehát be fog zárulni a kör. Úgyhogy még egy összegzés, és vége. Na és akkor következzen az összegzés. Körülbelül egy olyan 12 kilométert mentünk, és a legalacsonyabb ponttól a legmagasabbig nagyjából 300 méter szintkülönbség van, de elég sok fölle volt azért az út közben, úgyhogy az összszint az szerintem ennél jóval több lesz, mint 300 méter. Tehát jó kis túra volt azért, ahhoz képest, hogy sokkal rosszabbra számítottam. Igazából nem olyan sokszor érintettük a lakott területeket, tehát végig erdőben ment a túra. Persze nyilván a Jánoshegyi kilátó az egy abszolút turista célpont, egy csomó külföldi is volt egyébként, úgyhogy hát ez ilyen. De egyébként egy jó kis évadzáró, évadnyitó, bár igazából nálunk nincsen évad, tehát tudjuk nagyon jól, hogy mi állandóan megyünk, de tekinthetjük akár ilyen túrának is. Jó volt, szép volt. Lehet kedvelni, lehet nem kedvelni, lehet feliratkozni, sőt, szorgalmaznám önöket, hogy iratkozzanak föl.
mert ez nekünk is pozitív visszajelzés, és a viszontlátásra!